Na hát szavaztok, srácok, sok szeretettel üdvözlök mindenkit így az utolsó napokban ebből az évből. Arra gondoltam, hogy most csinálunk egy ilyen kérdezfelelek videót, ami hát fogalmam sincs, hogy már mikor volt. Legfőképpen azért nem volt így rendszeresen, ugyanis sokszor volt ugyanaz a kérdés, és nem szerettem volna magamat ismételni, úgyhogy viszont most azért jó párat össze tudtam szedni, ami szerintem még nem volt. Lesznek ezek között komolyak, nem komolyak, úgyhogy szerintem lássunk is hozzá. Igyekszem vágás nélkül ezt a videót megcsinálni. Általában ezeket azért szoktam megvágni, egy, mert nem tudok beszélni, és valamit elrontok, kettő pedig azért, amikor így mit tudom, én lapozok, vagy valami, hogy valamilyen szinten igyekezzek sietni a videóval, hogy ne fél órás legyen, vagy 40 perces, hogy úgymond tiszteletbe tartom a nézők idejét. Úgyhogy most már kezdjük el. Talán ilyen 20-25 kérdés lesz összesen. Nem tudom, hogy a következő mikor lesz, mert általában ilyenkor az van, hogy rengeteget írtok még kommentben. Nem tudom viszont, hogyha írtok, akkor azokból válogatok, amiket úgy gondolok, hogy jók, és akkor elteszem talomba, és a következőbe azok be lesznek olvasva, meg lesznek válaszolva, úgyhogy kommentben nyugodtan jöhetnek, hogyha esetleg jönnek még, vagy van még, de fogalmam sincs, hogy van-e még. Na, kezdjük az elsővel. Mi a legfontosabb annál, aki el akar kezdeni zenélni? Hát nem tudom, hogy másnál mi a legfontosabb. Nekem régen, amikor én elkezdtem zenélni, az túlzás, elkezdtem így szövegeket írni, nekem az volt az indítatásom, hogy voltak bennem így dolgok, amiket így, nem tudom, valami készítést éreztem arra, hogy le kéne írnom, és akkor ismerkedtem meg így a zenékkel, hogy így vannak olyasmi zenék, amik úgymond nem énekek, hanem repzene. Hát akkor így volt, mikor volt ez, talán 8-9 éves lehettem, és akkor úgy valahogy kialakult, hogy elkezdtem leírogatni ilyen, megpróbáltam rímekbe összeszedni, amiket gondolok, és így szépen kialakult. Azt gondolom, aki most el akar kezdeni, annál az a legfontosabb, hogy nyilván nem ez a legfontosabb, hogyha nagy nézettséget akarsz, de hogyha tényleg zenét akarsz készíteni, és nem éppen elmondani, hogy mit tudom, neked van a legnagyobb payload, akkor az a fontos, hogy írd le normálisan azt, amit érzel, foglald rímekbe, és mindaddig ne add ki, amíg nem gondolod úgy, illetve a közvetlen környezeted nem gondolja úgy, hogy egyébként az megérett arra, hogy kitedd az internetre. Ugyanis én sokszor elkövettem azt a hibát, hogy olyat tettem ki, ami hát nagyon gagyi volt, és kaptam is érte. Viszont ebből is lehet tanulni, de sokan nem tudnak ezekből tanulni, és inkább letörnek, és nem csinálnak semmit. Ez szerintem az egyik legfontosabb. Utána mindattól függetlenül, hogy jó szövegeket írtál, szerintem még az is fontos, hogy azt megfelelően marketingeld, és most nem arra gondolok, hogy úgy tett ki, hogy a képen te éppen félbe vagy vágva, és akkor meghaltam, hanem hogyha van egy kis, mit tudom, 2-3 ezer forintod, akkor egy kis hirdetést tudsz neki esetleg csinálni, mert nagyon nem szoktak ezek eljutni más emberekhez, így a kezdeteknél. Oké, nézzük a következőt. Mi a legnagyobb projekt, amit jövőre meg akarsz valósítani? Hát, rengeteg dolog van, viszont nem tudom, hogy legnagyobbnak mi nevezhető. Nem tudom, hogy tudjátok-e, most is fog érkezni majd egy zene néhány napon belül januárban, és ezen az úton szeretnénk haladni, hogy egyre több zenét adjunk ki, tehát ezt a havi egy, vagy két havonta egy zenét esetleg, havonta egyet, majd meglátjuk. Viszont ez az egyik olyan projekt, amivel szeretnék foglalkozni. A másik pedig, hogy hát nem feltétlen szintiszta edukációs videókat szeretnék csinálni, de ahhoz hasonlóakat, mint például, jó mondjuk az annyira nem edukációs, de emlékeztek rá, hogy volt egy olyan videóm, hogy mennyibe kerül egy nap a Balatonon. És akkor ugye így próbáltam, hát mondjuk inkább ismeretterjesztő videóknak ezeket, próbáltam így összeszedni azokat a dolgokat, amiből összeáll egy ilyen nap, és több komment is érkezett ezzel kapcsolatban, illetve e-mail is, hogy hát köszönik szépen egyébként, hogy elmondtam, hogy mi van, mert sokan
messziről akarnak menni a Balatonra, és akkor ugye jó ez, hogyha valaki így elmondja, úgyhogy én ennek örültem. Úgyhogy ilyesmi videókat is. Az a baj, hogy nem tudok nektek most így konkrét példákat mondani, meg nem is szeretnék, de ami talán a legfontosabb így a jövő évet nézve, az, hogy igyekszem minőségibb videókat készíteni, illetve lesz kamerafejlesztés is, ami azt is szolgálja, hogy ti is szebb képet fogtok látni. Ez nem olyan szép, vagy lehet, hogy csak én vagyok maximalista, valaki szerint ez is nagyon szép, viszont én szebbet szeretnék forgatni vissza a pénzt ebbe, úgyhogy az a cél, hogyha már az a kamera is meg lesz, akkor azzal is minél jobb videókat csinálni, és az is ösztönözni fog, hogy oké, hogyha már van egy ilyen kamera, akkor ne egy, mit tudom én, pöcsöm tudja, milyen kihívást csináljak vele. Hát értitek. Na jó. Igen, ennyi. Nézzük a következőt. Milyen videósokat szoktál nézni? Hát én ebben nagyon-nagyon-nagyon válogatós vagyok, vagy hát nem is azt mondom, hogy válogatós, csak nekem, amiket én szeretek nézni, az nem az ilyen mainstream, mit tudom én, milyen videók, hanem például Esté Lacikát szoktam nézni, kamionos videókat szoktam nézni tőle, aztán szoktam nézni Professzor 81-et, úgyhogy ő is kamionos videókat készít. Hirtelen talán ez a kettő, ami így első körben említendő, én őket szoktam így követni, és ha kitesznek egy új videót, azt megnézni. Azon kívül én dokumentumfilmeket szoktam nézni, azok meg nem videósok. Hát ilyesmi érdeklődési köröm van. Nézzük a következőt. Ha egy videót mondhatnál ebből az évből, akkor melyiket mondanád kedvencnek magadtól? Ez mindig egy hülye kérdés. Már bocsánat, nem úgy, hanem hogy úgy kedvenc magamtól. Hát talán így nem tudnék kiemelni egyet sem, mert fura lenne az. De amire én a legbüszkébb vagyok, és elképzelhető, hogy egyébként így nem látszik kifele, viszont az Amerikában, amikor voltunk a Bennyvel, B-Turbóval és a Notebook.hu, a Microsofttal, akkor az azért durva hét volt. Tehát, hogy odaértünk, mit tudom én, délután, de közben már ugye az utazásról forgott a vlog, odaértünk, akkor is forgott a vlog, hullafáradtan este hazaértünk, megvágtuk a videót és töltöttük fel, hogy nektek felérjen az időben, és ezt csináltuk minden nap, mentünk rengeteg helyre, nem panaszkodom, nem azért mondom, csak hogy tényleg arról volt szó, hogy egész nap videóztunk, és éjszaka megvágtuk, mert ilyen 10-11 körül értünk vissza szállásra, és minden nap ezt játszottuk el, és azért volt számomra ez az úgymond legjobb projekt ebben az évben, mert sikerült összehozni, és nem csúsztunk el, ügyesek voltunk Bennyvel, nagyon összedolgoztunk folyamatosan, így próbáltuk egymást segíteni, úgyhogy igen. És hát elég fárasztó volt, de tök jó volt. Oké, mi a véleményed a szponzorált tartalmakról? Na most, hogyha például ezt nézzük, ezt a Microsoftost, ez is szponzorált volt, arról szól, hogy gyakorlatilag ingyen kimehetünk velük, és akkor nyilvánvalóan az E3-ról is készítünk tartalmat, illetve hát így említést teszünk arról, hogy a Microsoft, illetve a Notebook.hu által kerültünk ki. Tehát ez is egyfajta szponzorált videó, hogy mi a véleményem róla, én ezeknek a projekteknek tök örülök, tudom, hogy sok néző ezt így elítéli. Én azt gondolom, hogy kicsit mindig bele kell gondolni a másik oldalba is, hogy oké, itt ez a hülye gyerek, csinálja a videókat otthonról, és hogy hát ebben mi a durva, nem tudom, én nem szeretnék ebben állást foglalni, ilyen szempontból ki lehet próbálni, hogy milyen videókat készíteni napról napra, akár két csatornára is, és akár egész évben, több éven keresztül, és próbálni megújulni, és termék, tehát mit akartam mondani, és cuccokat venni ahhoz, hogy videókat tudjál felvenni. Mit tudom, hogy mondjam nektek ezt? Mind attól függetlenül, hogy az látszik, hogy ez egy fán dolog, az is, viszont emellett durca költségek is vannak, aki esetleg ezekkel tisztában van, az nagyon jól tudja. Úgyhogy meg lehet próbálni, én nem
nem szeretnék így ebben olyan szintű állást foglalni, hogy bizonygatom majd nektek, hogy de ez szükséges. Én szerintem szükséges, mások szerint valószínűleg nem. Mondom, meg kell próbálni, és akkor majd meglátjátok, hogy, hogy mi van. Amikor kell venni egy új videókártyát, ami tudjuk milyen árakon vannak, kell venni egy processzort, ami tudjuk milyen árakon vannak, stb. És nyilvánvalóan a szponzoráció az pont arról szól, hogy te általában, de például az amerikás az nem ilyen volt, de te pénzt kapsz azért, hogy egy terméket, egy szolgáltatást valamilyen szinten igyekszel beleépíteni a csatornádba. Na jó, kiveséztük. Oké, lesz valamikor új zene, igen, erről pont az előbb beszéltem, január elején, már fel van véve, rengeteget dolgoztunk vele, srácok, a keveréssel, azt hiszem 34 keverési verzió készült belőle, amit Cracknek nagyon szépen köszönök, mert ő keveri egyébként a zenét, illetve az alapzenét is ő csinálta, ide teszem neki a izéját, itt van, látjátok a SoundCloud, úgyhogy ezt nézzétek meg, hogyha szeretnétek alapzenét, zaklassátok, hogy szeretnétek vásárolni, hogyha szeretnétek. Ő csinálta az alapzenét is, mint az elmúlt, az előző zené, a 0 forintnak is ő csinálta az alapzenét, illetve ő is keverte. Na jó! Úgyhogy január elején kettő ünnep között fogjuk felvenni még a klippet, úgyhogy hát ez már fel van véve, amikor ezt látjátok, fel van már véve a klip, remélhetőleg. Úgyhogy január elején érkezik. Ha egy videót mondhatnál ebből az évből, akkor melyiket mondanád, de várjam, ez volt. Ja, nem ezt akartam nyomni. Azt, ha most állnál autóvásárlás előtt, mit vennél legszívesebben? Pont erről beszélgettünk múltkor. Hallod, izét szeretnék én. Jó, nem most. Nehogy azt higgyétek, de az elektromos autó, te jó Isten! Hát hallod, az van, hogy nyilván láttam én is erről videókat, H. Andrásnak a csatornáján is láttam videókat így az elektromos autókról, viszont basszus, amikor te azt élőben látod, mert hogy valamelyik nap élőben láttam, és így gurul előttem, full, nincs hangja, csak a kereket hallod, meg ezt az ilyen érzed benne a modern technológiát, és így és mindeközben sokkal a környezetbarátabb, mint egy benzines vagy dízelüzemű autó. És így nézed, és Jézus Atya Úristenem, annyi előnye van. Egy az, nincsen tehát hogy tényleg nem füstölsz semmit, nincsen benne úgymond benzinmotor, ami ugye nyilvánvalóan azzal is jár, hogy nincs hangja, és tök zöld vagy, és reggel is elindítod, és kb. Mehetsz is. Nem az, hogy jó, oké, akkor meg kell várni, hogy lejjebb menjen az alapjárat, kicsit bemelegedjen, és annyi előnye van, srácok, úgyhogy ez egy projekt lesz majd valamikor, de nem mostanában, nehogy azt higgyétek, de valamikor nekem kell egy elektromos autó, hallod? Adom odaért a BMW-t. Azt mondja, hogy 2008-ban melyik volt a kedvenc játékod? Hát a House Flipper. Én nekem az a játék az nagyon tetszik, alapvetően, hogyha így láttátok a szobát is, az én szobámat, én tök szeretem. Hát ez lehet, hogy kicsit ilyen homó, de én tök szeretek berendezni dolgokat, meg úgy elképzelni, hogy oké, így fog kinézni, meg ilyesmi. És ugye ez a játék, ez gyakorlatilag arról szól, hogy neked kell házakat felújítanod, berendezni, stb. Aki esetleg nem látta, itt a reklám helye, a leírásban a gameplay csatornámon meg tudjátok nézni ezt a sorozatot, ami folytatódik. Úgyhogy nekem az volt így a full kedvenc játékom. Nem lesz valamikor fellépés zenékkel, hát valószínűleg ezek a zenék, amiket én csinálok, ezek mostanában nem olyan vagány dalok, mert hogy majd meglátjátok a következőt is, hogy az is miről szól, nem, ezekkel nem lehet fellépni. Azt gondolom, nem tudok így a jövőre semmit sem mondani, de ezekkel jelenleg nem lehet fellépni, és nem is tervezek, úgyhogy mostanában biztosan nem. Ez egy nagyon megosztó kérdés. Megbízható szerinted a BMW? Hát, srácok, hát ha az én példámat nézzük, akkor nem. Viszont fontos azt tudni, hogy ha újonnan megveszed az autót a szalonban, akkor valószínűleg, amíg a garancia tart, addig nagyon megbízható lesz.
mindattól függetlenül, hogyha használtan veszed, és valaki széthajtja, utána nem lesz megbízható. Szerintem ezt kb. Ennyivel le is lehet zárni, és vannak természetesen olyan példák is, amikor használtan megveszed, és úgy vetted meg használta, hogy tudod az előéletét, és mondjuk elképzeled, hogy nem is hajtották szét, akkor valószínűleg megbízható lesz továbbra is. Illetve van olyan is, hogy kihozod a gyárból, és gyakorlatilag minden hónapban visszaviszed, mert valami problémája van, de garanciális, és szereli. Szóval, hát az enyém az most már egy éve stabilan megbízható. Vannak kisebb gondok, tudjátok, van az a csörgés is benne, de amúgy így megbízható, és szeretem is, úgyhogy még azért lesz egy kis szervizelése sajnos. Amit mondtam, az a csörgés még mindig nem oldódott meg, úgyhogy van egy ilyen videóm, amiben így beszélek erről. Viszem majd szerintem januárban szervizbe. Mikor éri meg valakinek befektetni videós kellékekbe? Hát, amikor ő azt gondolja, szerintem erre ez a legjobb, mert a kis befektetés is befektetés. Én amikor 2014-ben úgy videózgattam, vagy 13-ban, nem is emlékszem, nyilván 0 forint volt belőle, talán 1-2 dollár havonta, viszont amit diákmelón összeszedtem pénzt, annak jelentős százalékát belefektettem, és egy mikrofont vettem, egy ilyen kis kamerát, ilyesmit. Úgyhogy amikor ő azt gondolja, én azt gondolom, hogy befektetés nélkül nem feltétlen lehet ezt csinálni, de biztos erre is vannak ellenpéldák. Szerintem áldozatokat kell hozni ebben is, hogy mondjuk nem a diákpénzedből éppen nem izét veszel, új ruhát, vagy cigit a boltba, vagy nem elmész kétszer partizni az éjszakában, hanem veszel egy bármit, ami a videózáshoz kapcsolódik. Úgyhogy áldozatokat mindenhol kell hozni, szerintem ez az egyik legfőbb itt az egész videózásban, hogy áldozatok nélkül nem nagyon szokott ez így működni, mármint nekem. De biztos, hogy más-máshogy gondolja. Ezeket azért mondom hozzá, ezt a biztos, hogy más-máshogy gondolja, mert az emberek azt hiszik, hogy én kimondok valamit, hogy szerintem befektetés nélkül nem lehet videózni, akkor már beírják kommentbe, hogy hogyan lehetne az anyád picsáját, hogyan lehetne. Tehát, hogy nem értik, hogy egyébként valószínűleg mindig vannak ellenpéldák, csak így nagy átlagban beszélek, na mindegy. Meg az én véleményem szerint. Szóval az ő véleménye az lehet az, csak írja le normálisan. Oké. Függ valamennyire a kortól a videózás? Hát, persze, hogy függ. Mármint, hogy mire gondolsz? Mert én itt arra gondolok, hogy én mondjuk most így 21 évesen már nem fogok csinálni egy felesz, vagy mersz, vagy mersz, vagy mersz, vagy mi volt annak a neve, olyan videót, amit mondjuk 16 évesen megcsináltam. Mert egyszerűen gáznak tartom már. Szóval függ, mert ahogy nősz fel, úgy változnak az igényed, változik az, hogy mit szeretnél csinálni, úgyhogy természetesen függ ettől, és gondnak tartom, hogyha valakinél ez nem függ. Mit tudom én 3-4 éve biztos végig káromkodtam az egész videót. Igen, biztos. Viszont most, mivel tudom, tehát tudatosult a nyomorult agyamba, hogy fiatalok, rengeteg fiatal néz, így próbálok nem káromkodni, hogy ne adjak nekik már valami hülye izét, példát. Úgyhogy természetesen függ. Rohadt anyját, volt itt egy vágás, mert szerintem melegedik mindjárt a kamera, mindegy, nyomom tovább, aztán ha leáll, akkor majd folytatom. Azt mondja, hogy elégedett vagy az iPhone X-el ennyi idő után? Hát ugye nincsen meg régóta, 2 hónapja, tök elégedett vagyok. Hülye lettem volna venni egy izét, XS-t, vagy 10S-t. Illetve a kamerája az nagyon jó, imádom. A gyorsaság az nyilvánvaló az olyan, mint az iPhone-oknak. Én mit mondjak, biztos Androidból is van ilyen, én iPhone-t használok, nekem ilyen gyorsasággal, meg ilyesmi, sosem volt problémám. Kamerája az
Britangio sokáig bírja az aksia, meglepően sokáig. Az, hogy nem adtak hozzá erősebb töltőt, azzal kapcsolatban azt mondanám, hogy rohadjanak meg. Nem váltanék XS-re. Egyetlen feature van, ami nekem nagyon tetszik az XS-ben, vagy 10S-ben, meg a 10R-ben, az az, hogy amikor csinálsz egy portréképet, és hátul homályos minden, akkor azt az XS-ben tudod így változtatni, hogy oké, ennyire legyen homályos, vagy ne legyen homályos, így utána, utólagosan. Ennyit bánok, de én biztos, hogy az elkövetkezendő 2-3 évben nem fogok venni telefont. Úgyis jön ki majd az 11S, 10, 11, Max S, meg mit tudom én. Gondoljátok meg, hogy szükségetek van-e rá, ki tudjátok-e használni. Tudom, hogy rengeteg olyan videót lehet látni, amiben elmondják, hogy ez, hallod, olyan processzora van, beszarsz, baszki, 8 magos, pöcsem tudja milyen, magától tanul. Ilyeneket lehet hallani, viszont neked erre szükséged van-e, ezt el kell döntened. Úgyhogy én nem ajánlom. Na, mi volt az életedben a legnagyobb félelem? A legnagyobb félelem? Hát fogalmam sincs. Na jó, hát... Én a pókoktól félek a legjobban, hogyha lehet ilyet mondani. Talán a legnagyobb ilyen félelem az volt, amikor... kisebb voltam, és mindenhol pókok voltak. Jó, nem mindenhol, csak így 2-3 volt a szobában, és nem mertem vele mit kezdeni. Tudom, hogy ez nagyon gagyi, de én egyszerűen írtósok a pókoktól, srácok. Ezzel nem tudok mit tenni. Úgyhogy nekem talán ez a legnagyobb ilyen félelem, ami még most is tart, csak most azért takarítok minden nap, komolyan minden nap, hogy tehát bármikor megnézitek a szobámat, itt rend van, mert én félek, betegesen félek a pókoktól. Na jó, csipog a kamera, mármint, hogy így, túl fog melegedni, megállítom és folytatjuk. Mi a véleményed a negatív kritikákról? Én azt gondolom, hogy egy jól összeszedett negatív vélemény, negatív kritika, az fontos, gondos csontos. Kell. Nem tudom, hogy most így konkrétan mire gondolsz, viszont amikor magamról meglátok egy negatív véleményt vagy kritikát, sokan azt hiszik, hogy az ember úgy leszarja, viszont nem erről van szó. Arról van szó, hogy én, amit hallok magamról, azon elgondolkodok, és nem az, hogy hát ez irigy. Nem erről van szó, valószínűleg nem azért mondja, mert irigy. Kis százalékban szokták csak azért mondani, de amikor egy jól összeszedett kritika vagy vélemény van, azt igenis fontos meghallgatni, és átgondolni, hogy abból mi az, ami valóság, és hogy van-e benne olyan, ami számomra olyan, hogy hát tényleg basszus, hát ezen lehetne változtatni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki azt mondja, hogy ő általában leszarja ezeket, vagy hogy nem csak általában, nem le is szarja ezeket, az butaságot követel, mert mindattól függetlenül, hogy nem hagyja jóvá a kommenteket, hogy te egy izé vagy, köcsög vagy, mert nyilvánvalóan ez nem egy vélemény, vagy hát lehet, hogy az valaki számára, hanem amikor egy jól összeszedett kritika van, és azt is leszarja, és nem nézi meg, és hol érdekel engem, mellettem van a nép, az egy butaság, mert szerintem fontos, hogy az emberben legyen önkritika, és maradjon önkritika akkor is, hogyha rengetegen követik. Én már sokszor példáloztam ezzel, de látjuk jól, hogy az, hogyha valakit sokan néznek, az nem bizonyíték. Én nem tartom azt egy bizonyítéknak arra, hogy hú, hát izé, ő akkor nagyon jó ember, nagyon jó videós. Elképzelhető, hogy jó témát választott. Nem mondom azt, mert van olyan, aki nagyon jó, és azért nézik sokan, de általában azért, na, nem erről van szó, hanem mert egy olyan témát választott, egy olyan címet adott, olyan borítókép, és azért nézik sokan, tehát nem, és ugyanígy a zenéknél is, hogy egy populáris zene, oké, azt akkor sokan fogják hallgatni, tehát az nem lehet bizonyíték, és nem lehet amögé bújni, mert sokan néznek, mindattól függetlenül te ugyanúgy egy ember vagy, akinek vannak hibái, amiket
lehet, hogy ő nem vesz észre, hanem egy másik személy mondja el. És ezért fontos szerintem, hogy meglássa, mert ne az legyen az önigazolás, hogy hát azt a videót megnézték 50 ezeren, és mekkora király vagyok, hanem az ember mindig legyen kritikus magával szemben, és legyen benne alázat, hogyha valaki valamit mond, azt akkor meghallgatja, és egy picit belegondol, hogy mi abból az igazság. Hát, amit én itt lekommandozok, ezt egyszer látnatok kéne. Mert az van, hogy ugye melegedik ez a kamera, ez a Sony A6300. És sokan mondták, hogy update-eled, azt nem fog melegedni, hogyha 4K-t veszel fel, de nekem ugyanúgy melegedik. Úgyhogy azt csinálom, hogy innen az ágy szélén felkommandozok az ablakig, kinyitom a mínusz 5 fokba, jégverem van itt a szobában, hogy lehűljön a kamera. És azért kell az ágy szélén felkommandoznom oda, mert hogyha rálépek az ágyra, akkor megmozdul az állvány. Úgyhogy ha most egy picit azt látnátok, hogy bemozdult, az azért lehet, mert ott már rá kellett lépnem az ágyra, hogy ki tudjam nyitni az ablakot. Na de hagyjuk, folytassuk, srácok. Hol tartottunk? Igen. Csinálsz House Flipper karácsonyi kiadást? Hát ez már múlt idő, de csináltam. Egyébként 2 is csináltam, úgyhogy gameplay csatornán azok megtalálhatóak. Úgyhogy berendeztem karácsonyi házat, vagy mi. Milyen volt számodra ez az év, mint karrier, mint magánélet szempontból? Karrier szempontból, mindegy. Igyekeztünk, és szerintem tök jó úton haladunk, és eléggé jól sikerült ilyen szempontból, heti lebontásba összeszedni azokat, hogy miket kell csinálni, és mert eddig ilyen szétszórt volt tavaly az egész, hogy oké, majd akkor csinálunk egy olyat, most így hetente össze van szedve már, hogy mikor mit csinálunk, és ez tök jó, hogy van egy ilyen egyfajta rendszere ennek az egésznek. Én azt gondolom, hogy kezd kiforni, és így 100%-os erővel tudunk belevágni a jövő évbe, és tudjuk, hogy miket szeretnénk csinálni, úgyhogy lesznek jó projektek, úgyhogy ilyen szempontból ez tök jó, és hát nyilvánvalóan ez a magánélet rovására megy. Mindegy, most nem sajnáltatás mondom, csak így tök őszintén, hogy ez azt jelenti, hogy hétfő reggel 7 órakor kelek, és onnantól kezdve mindig estig nyomunk mindent, és hát a hétvégén is azért gameplay megy ki, főcsatornás videó megy ki, amit fel kell tenni, amit utána nézni kell, stb. Úgyhogy ez van. Viszont én azt gondolom, hogy majd ráérek pihenni én nyugdíjas koromban. Most hajtás van ezerrel. Úgyhogy igen. Zenék terén, hogy képzeld el a 2019-et? Erről már így beszéltünk így nagy vonalakban. A lényeg az, hogy szeretnénk egy kicsit jobban rámenni ezekre a zenés témákra, több időt rászánni. Mostanában így, vagyis hát nem mostanában, de így az év első felében így nagyon el lett hanyagolva, mert egyszerűen minden másra kellett az idő, viszont most így úgy állunk hozzá, hogy legyen idő, kell, hogy legyen idő arra, hogy zenéljünk. Úgyhogy, hát ezt ugye crackkel csinálom, nem összekeverendő, a zenés dolgokat általában crackkel csinálom, viszont mivel mi haverok vagyunk, és tényleg nem összekeverendő a rókás sztorival, szóval mivel mi haverok vagyunk, ezért általában sok mindent szoktunk együtt csinálni, nagyon régóta haverok vagyunk, együtt kezdtük, most hát már mint nem, ez hülyeség, mindegy, tehát hogy alapból a zenején keresztül ismerkedtünk meg egymással, annó én hallottam a zenéjét, és akkor egy közös régi ismerősünk így találkoztunk, megittünk egy sört, stb. Tehát így kezdődött, és hát így alakult ez ki. Nálad józan szilveszter lesz? Srácok, én jó, volt olyan, de basszus, én az elmúlt nem tudom hány évben én egyszerűen nem rúgtam be úgy, hogy én másnapos legyek. Kis fejfájás maximum. Gyerekek, én nagyon kész vagyok a másnaposságtól. Én elképesztően ki, a halálomon vagyok, ezért nem iszok sokat.
Úgyhogy nem mondom, hogy józan szilveszter lesz, de biztos nem fogok sokat inni. Én nem, fú, nagyon nem. Teljesen szétcsúszok, és akkor délután 2-3-ig csak így vagyok, és én nekem ez időpazarlás, úgyhogy nem. De nem józan lesz, de nem lesz semmi extra. Szerinted egy év alatt mennyit változtál külsőleg, belsőleg? Hát külsőleg annyi, hogy leadtam 3,5 kilót, ami azért pocakba, nem volt hátrány, hogy leadtam. Igen, mert ugye sokat ülök, és ezáltal azért az ember ugye elkezd így zsírosodni, úgyhogy talán ennyit. Szerintem más nem, vagy mit tudom én, tehát egy kicsit leadtam. Belsőleg, hát, fogalmam sincs. Nem tudom, mert ez érdekes, én nem veszek észre magamon így változást. Talán annyi, hogy egy picit komolyabb lettem, meg talán egy picit jobban beszélek, de nem azt mondom, hogy aztán én igazán intellektuális vagyok. Hanem, hogy picit jobban össze tudom rakni a mondatokat, néha. Úgyhogy szerintem ezek azok, amikben változtam, de aztán ezt ti látjátok szerintem, hogyha megnézitek a tavalyi évi videókat, meg a mostani videókat. Oké. Mit tervezett csinálni a téli szünetben? Ugye már ez is nagyjából múlt idő, de elmondtam, hogy csinálunk egy klippet, azt én meg is vágom, és ezen kívül mennek fel a videók, azokat mind vagdosni kell, de szeretnék egy kicsit pihenni, csinálni 2-3 napot, amikor semmit nem csinálok, hogy egy kicsit úgy felfrissüljön az ember, mert aztán január első hetében már nyomjuk is az ipart. Úgyhogy semmi extra, csak egy kis pihit szeretnék. Milyen jogsit szeretném még letenni? Én még leszeretném tenni a kamionos jogsit. Sokan kérdezik, hogy miért. Tehát ugye az a C+E. Azért szeretném letenni, srácok, mert engem érdekel alapból a kamionozás. Most nem az, hogy egyből el akarok kezdeni kamionozni, viszont 2019-ben azt leszeretném tenni. Aztán majd visszanézem a videót 2019 végén, hogy mi sikerült abból, amiket itt mondtam. Tehát azt leszeretném tenni, és elképzelhető, hogy 5-10-20 év múlva én kamionozni fogok. És igen, most leszeretném tenni, most van bennem késztetés, úgyhogy ártani nem árt, le lesz az téve. De nincs még semmi ilyen, csak engem érdekel. Tudjátok, amikor érdekel valami, és elkezdesz utána kutatni, ilyesmi, akkor úgy, mit tudom én, ez az első lépése úgymond a kamionozásnak, hogy megcsinálod a jogsit. Úgyhogy ezért. És az utolsó előtti komment, volt már halálközeli élményed? Volt. Hát az utolsó az, jöttem haza Pestről éjszaka valamikor, nem is tudom, 1-2 hete, és azt láttam a másik tehát autópályán jöttem, 135. Mármint ami 130, de a tempomat 135, mindegy. Megyek belső sávban, belső sávban, és full izé, tehát nincs mögöttem se senki, előttem se senki, ezt én tudtam, tehát láttam, nyilván figyeli az ember, és egyszer csak a másik, tehát van egy ugye egy ilyen kerítésszerű valami, hogy ugye a kétszer-két sávot azt elválasztják egy ilyen, hát nem is tudom mivel, korláttal, és a másik sávban jött egy kamion, de egy nagyon kivilágítva, nagyon durván, és azt láttam, hogy a kamion az gyakorlatilag kanyarodik felém. Tehát, hogy értsd, mit tudom, hogy mutassam. Én így megyek egyenesen, a kamionnak így kéne, és akkor így elmegyünk. Annyit láttam, hogy a kamion valahogy így áll, én meg így megyek, és nem is, hogy áll, hanem hogy így megy szépen lassan a korlát felé. És nyomtam egy féket, nem satut, csak nyomtam egy féket, és én nem tudom, szerintem egy állóhelyzetű autót került ki, vagy nem tudom, hogy mit, de egy ilyen hurkot képzeljetek el, és egy ilyet leírt ott az autópályán, és én úgy megijedtem, azt hittem átdurrant a szemközti sávba, ahol én vagyok, úgyhogy ez volt az olyan, tényleg nagyon megijedtem, mert full éjszaka, és hú, ez így durva volt, nem tudom, el tudjátok-e képzelni, de na, ez volt. Utolsó kérdés, űzöl valamilyen sportot? Igen, most már 2 hónapja boxulok,
Miért? 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 Az egyik ismerősöm csinálja, ugye? És hát ezt mi, vagy hát ezt én azért csinálom, mert ugye elkezdtem edzeni, emlékeztek, volt egy ilyen videó is, viszont annyira unalmas nekem az, hogy emelgetem a súlyokat, hogy valami olyanba kellett kezdenem, amit tudok csinálni, van bennem késztetés erre, illetve nyilvánvalóan valamilyen úton, módon edzés. És így jött az nekem, hogy boxolni fogok, mert volt hozzá egy ismerősöm, úgyhogy boxolok 2 hónapja, és nagyon élvezem, és tök érzem magamon, hogy így jó, hetente egy edzés van, egyébként meg Pesten van, és akkor élem az egészet, úgyhogy úgymond ez az edzés formám így mostanában, és szeretném is, hogy ezt tartsom, már vettem boxkesztyűt, fogvédőt, úgyhogy ez van. Hát nem tudom, videót így nem tervezek róla, ez egyfajta edzés, 2 óra, és nagyon jó, erőllétet ad, jól érzem magam közben, úgyhogy igen. Önvédelemre is egyébként egy jó dolog ez. Úgyhogy igen, na jó, ennyi. Srácok, ezzel zárnám így ezt a videót. Nem tudom, hogy nektek ez így tök jó volt-e, vagy túl sok volt a kérdés. Én igyekeztem őket megválaszolni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Bujék mindenkinek. És hát jövőre találkozunk. Azt hiszem. És hát jó dolgok jönnek. Jó dolgok jönnek. Ezerrel rajta vagyunk. Lesz egy nagyon nagy projekt, ami még nem is biztos, hogy megvalósul, de ha megvalósul, az nagyon nagy projekt lesz így számomra is, illetve szerintem a csatorna részére is. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ebben az évben is, és hát találkozunk akkor jövőre. Hogyha tetszett ez a videó, akkor nyomassatok rá egy lájkot, Anfield Shop, Instagram, és minden más itt van a leírásban. Jók legyetek, szevasztok!